Új nyílászárókat kapott a Tótfalu központjában található régi kocsma épületének egyik szárnya. Itt készül a régi mesterségek múzeuma. Letisztult hófehér falak az ideillő világítással és stílussal. Az ide látogatók a többi között megismerhetik majd a varró és szabó műhelyben található munkagépeket, de a régi asztalos szerszámok is helyet kapnának. Az épület másik része kiállító teremként is működhetne, hiszen már most számos kiállítandó tárgy található a faluban. Gyakorlatilag már szinte készen van, hogy el tudjuk indítani a kiállításokat, illetve megnyitni, de hát van még hátra munka, tehát munkálatok. A nyílászáróknak csak az egyik részét sikerült kicserélni az eszközökből, a másik része az még várat magára, tehát azt is lassan, más nem önerőből megpróbáljuk megvalósítani. A faluban sok turista érkezik és átutazó fordul meg, így a vezetőség és a civil szervezetek tagjai igyekeznek mindig valami újat létrehozni. A faluban évek óta nagy gondot okozott a helyi ifjúsági otthon, ugyanis a felszerelések nagyobb része előregedett. Az elmúlt hónapokban két új klímaberendezéssel látták el az épületet, amit a fűtési időszakban is tudnak használni. Új padokat és asztalokat, gázkazánt vásároltak, de felújították az elektromos hálózatot is. Ez az épület ad otthont ugyanis eseményeknek, bálaknak és szinte minden a közösséget érintő programnak. Az idei évre pedig a vizes góc felújítása van előirányozva. Kérték tőlünk a pénzügyi tervet, amit most mi valószínűleg napokban el fogunk készíteni, meg lesz, tehát megterveztessük, és akkor utána úgy tudunk majd a községi vezetőséggel majd leülni, elbeszélgetni. De ez nagyon fontos lenne, mert ugye akarják megcsinálni, hogy innen a teremből lehessen kimenni, meg bejönni, tehát ne kelljen kívül közlekedni a kultúrotthonnál, mert ugye télen az egy kellemetlen dolog. A helyi közösség tervei között szerepel még a Tótfalut Bogarassal összekötő út és a faluban lévő még sáros utcák javítása is. Bővítenék a közvilágítást is, amelyhez 960 méter kábelra és 20 égőre van szükség. Erre a szükséges pénzeszközöket már sikerült biztosítani.